Ha tehát megvan növelve a három logikai kötet, akkor a fájrendszerek növelése hogy nézett ki? Hogy azt mondja, növeld meg a XFS fájrendszer méretét, még a parancs neve is ott van, XFS aláhúzás GrowFS. Emlékeim szerint, ha az IRC-n valaki ezzel is küzdött, holott a küzdés fölösleges, ugyanis, ha jól emlékszem, szerette volna megadni a méretét. Nem kell. Meg lehet adni, akkor macerás, de ha nem adod meg a méretét, hanem csak azt mondod, hogy azt szeretném növelni, akkor a mekkorára tudja. Nyilván, hogy haladta a fájrendszer mennyiben, az XFS-nek ugye 32, meg a... akkor ő 32-re fogja növelni. Hát vagy közel ennyire, fogalmazunk kicsit precízebben. Ezzel volt-e valami probléma? Még egyszer mondom, az a bonyolultabb, ha méretet is meg akarsz adni. Egyéb iránt fölmerülhet a kérdés, hogy mi a bánat, az az ok, ami miatt egyáltalán akarhatok méretet változtatni, azon kívül, hogy jó, hát fedje le a teljes diszket. Tehát miért jó az, hogy én megadhatok mondjuk a teljes disznél kisebb fájrendszert? Egy eléggé gyakorlatias választ tudok ráadni. Gyakorolni akarsz. Más nem tudok. Tehát épp elmélyű környezetben nehezen tudom elképzelni, hogy odaadtam neki egy ekkora diszket, és azt mondom, hogy de ebből csak ekkorát használja. Tehát nyilván akkor jó, hogyha te a későbbiekben majd csökkenteni akarod. Most a csökkentés az zűrös. Végképp nem működik online módon, tehát ne akarjad. De személy szerint nem tudok rá értelmes magyarázatot, hogy miért akarnál kisebb fájrendszert, mint amekkora elfér arra a diszkre. Tessék? Mondhassam, hogy ilyet is lehet. Így van, körülbelül ez egy reális válasz rá. De tény és való, hogy aki megpróbálkozik vele, az általában belebukik, mert nem egyértelmű, nem triviális első ránézést, hogy hogy kell úgy paraméterezni, hogy jó legyen. Vagy legalábbis általában elsőre nem szokott sikerülni. Ha nem adok méretet, akkor nem egyszerű. Na jó. Következő lépés. Ezt három fájrendszer. Ha emlékeim nem csalnak, ez is egy kellemes bug volt a házi feladatban. Leírtam egy parancsnevet, csak ilyen parancs nem létezett. Na most arra emlékszem, hogy valakinek sikerült rájönni, hogy elírtam, hogy internet rákerestél, és stimmelt, amit én leírtam, azt keresési találatként kijön, hogy azt nem úgy hívják, hanem úgy hívják, hogy nagyjából hasonló módotok elképzelni. Köszönöm, hogy szóltatok, mert ez egy kicsit kínos lett volna. Szóval használata, Resize 2FS. Mi kellett még? Kötetneve, más nem kellett igazából. Ennyi úgy szintén elég volt hozzá. És végül az utolsó, a IFS. Na most őszintén szólva, eredetileg úgy gondoltam, hogy semmit nem írok oda. Azt mondta, hogy az esélytelen. Bár nyilván, hogyha keresőgépet tudsz használni, akkor azért megtalálod. Utána gondolkoztam, hogy odaírom, hogy mount. Na most abból kiindul, hogy a mountnak azt a 70-80 oldalát nem vagyok benne biztos, hogy kapásból szeretnéd egy ilyen feladat kapcsán végigolvasni. Úgy éreztem, hogy ez nagyon csúnya megoldás lenne. Bár valószínűleg kicsit hatékonyabb lett volna, mint így, hogy explicite leírtam, hogy hol kell keresni a megfelelő dolgokat. Tehát, mi volt a lényeges? Hogy a X3-nál, az XFS-nél van egy parancs, ami a felmontolt fájrendszert felmontolt állapotában átméretezi. Ez egy önálló parancs, az XFS, GrowFS vagy a Resize 2. Ellenben IFS-nél nincs ilyen parancs, hanem az van,
hogy a Mountnak létezik egy globális, majdnem minden, már nagy esélye minden, fájrendszer típusnál használható opciója, amit úgy hívnak, hogy remount. Ez a bizonyos remount opció arra szolgál, hogy bizonyos a mountolás során megadott paramétereket változtass. Az egyik relatíve gyakran használt funkciója ennek a remountnak, amikor egy valamiért korábban csak olvashatóan felmountolt read-only fájrendszert írhatóvá varázsolunk. Akkor azt mondjuk, hogy mount minusz o remount, ez ő read-only. Van, bocsánat, read-write. Fordítva. Eredménye eddig nem lehetett írni, most már lehet. Na most, nyilván már ez is olyan, hogy ezt a read-only-ból read-write-tá átalakítást sem minden fájrendszeren lehet megcsinálni. Mondjatok nekem egy olyat, ami nem lehet. Nem a neve érdekel, hanem a hol használsz ilyet. Bármilyen olyan hardveren, ami fizikailag nem írható, tipikusan CD, DVD. Ott nem valószínű, hogy sokra mennél vele. Na szóval, elsősorban erre szokták használni. Az más kérdés, hogy például a IFS esetén az volt a megoldás, hogy ha alatta valamilyen módon megváltozik a diszk mérete, akkor ezzel a remonttal és a remontnál megadott átméretező paraméterrel tudod átméretezni, tehát önálló parancs nincsen rá, hanem ezt lehet használni. Azaz, mi volt a parancs? Mount minusz O, remount, resize, és ugyanúgy, mint az előzőeknél, magának az eszközfájlnak, per, def, per, végén úgy, elvon, akármi neve. Na most, arra emlékszem, hogy valaki mondta a IRC, hogy ez a legkönnyebb. Én ezzel nem értek egyet. Abban az értelemben valóban a legkönnyebb, hogy nem kell egy új parancsot megtanulni. De most őszintén, hogy remount, resize, vagy E2 resize, vagy XFS, GrowFS, hát nem különösebben komoly eltérés, mindhárom esetben valami pluszt meg kell jegyezni ahhoz, hogy az adott funkciót megcsinál. Kétségtelen tény, talán könnyebb rátalálni a JFS-nek a funkciójára, mert a mount parancsot ugye muszáj tudnod, míg a másik kettőt ugye keresgélni kell, hogy vajon hogy hívhatják ma éppen. Na most, ugye az elírásból következik, hogy ennek ellenére, aki belefutott, annak is sikerült megtalálni, tehát azért nem annyira reménytelen magát a funkciót, végrehajtó parancsot megtalálni, még akkor sem, hogyha nem tudod a nevét, de ennek ellenére a feladat elérte célját, azt látod, hogy három különböző módon tudsz megnövelni. Az Elvin 3-nál ugyanaz. Az alatta levő disztruktúra első lépésként, és utána a diszken levő fájrendszer. Volt-e ezzel valami probléma? Azon kívül, hogy jó hosszú a Mount-nak a dokumentációja. Jó. Nagyon jó. És eljutottunk a 12. pontig, hol tartunk? Van egy 16 és két 32 megabájtos logikai kötetünk, három különböző fájrendszer felmantolva. Őszintén szólva, akkor lett volna a dolog igazán izgalmas, hogyha tényleg egy éles használatot szimulálsz. Tehát még tűnődtem, hogy és akkor most indítsunk el valamit, ami végtelen ciklusban elkezdi a háttérben a három virtuális diszkek között adatokat másolgatni. Mert akkor talán elhiszed, hogy ezt is túléli a dolog. De az már túlvitt volna mindenen, így is leghosszabb idő mennyi volt, amit eltöltött valaki? Te ugye másfél napot szenvedtél csak azzal, hogy... Hát azért vissza. Hát az... Akkor nem olyan rossz. Na most, ha még az is lett volna, akkor még kicsit tovább ment volna, lehetett volna növelni. No szóval a lényeg az, hogy egyébként, ha közben dolgozik a diszk, akkor is ugyanúgy történik. Ezek is, illetve a következő lépések is. Hogy azt mondja, következő lépés,
Ha eddig mindent jól csináltak, az LVM kötetcsoportban az első dísz tele van, a második meg teljesen üres. Ugye egy 8-as és két 16-os volt, ez ugye bár 40 mega, duplájára növeltük 80 mega. Jól számoltam? Oké, kérdés, valóban így jött létre? Tehát, ha lekérdezted például PV display-jel, akkor elvileg azt kellett látni, hogy az MD1 diszk azon minden extent szabadon van. Zárójel, ahogyan, amilyen sorrendben hozzáadsz egy kötet csoporthoz diszkeket, ő abban a sorrendben használja a rajtuk levő szabad területet. Tehát, nyilván, hogyha először egy diszken elkezdek növelgetni, és utána hozzáadok egy másikat, akkor eléggé egyértelmű, hogyha az növelgetés sikerült, akkor a második diszk üres. Ha előbb hozzáadok egy diszket, és utána kezdek el növelgetni, akkor már nem biztos, akkor akár az is lehetne, hogy már az új diszken kezdi el a szabad területet elhasználni. Ezért mondtam, nem, az elve az, hogy ameddig tudja, pedig az első diszket rakja tele. Foglalja le az extenteit az LVM. Aztán jön a második, a harmadik, az n-edik. Na most, ha azt mondtad a végéig create-nél, hogy egyik diszk, másik diszk, harmadik diszk, ekkor is adtál egy sorrendet, és akkor is ebben a sorrendben fogja elhasználni. Tehát elvi szinten, ha mindent jól csináltál, akkor az első diszk tényleg tele volt, és a második tényleg üres volt. Zárójelben jegyzem meg, említettem múltkor, hogy tudunk LVM szinten is például mirrorozni, de ez nem feltétlenül javasolható. Nyilván mirrorozásnál persze ugye az a logikus, hogy akkor már szétszólja a diszkekre. Tovább megyek, ha nagyon akarod, akkor meg tudod mondani egy LV create-nél, hogy nem arról, hanem arról, meg arról, meg arról a diszkről szedje össze az extenseit. Tehát aki akar, akkor ugye tovább tudja tuningolni az adatok szétszórását. De normál körülmények között szépen sorban használod el a diszkeket. Na most, ezek után jön a következő. Tehát, például, ha azt mondod, hogy PV display, akkor azt kell látni, hogy az összes extens és a szabad extens az a második diszken ugyanannyi, az összes extens és az elhasznált extens az meg az első diszken ugyanannyi. Tehát ezen például látszik, hogy így foglalta el őket. Emlékeim szerint hasonló infót egyébként VG display kimenetben is lehet kapni. Ha minusz V opcióval indítod, így van. Na most! Következő lépés, ugye ez egy újabb, eddig ismeretlen, legalábbis általam maximum csak futólag említett eszköz. Most ugye az van, hogy van két diszked a kötet csoportban, és ebből a két diszkből az egyiket használod. A PV Move nevű művelet arra szolgál, hogy gyakorlatilag logikai kötetekhez tartozó extenseket, tehát használatban levő extenseket, az eredeti helyéről valamelyik másik, az adott kötetcsoporton belül levő fizikai kötetre átmozgassál. Nyilván, amikor összesen két diszk van a kötetcsoportban, akkor nagy választék nincs. Ha 8-10 diszkből lett volna összerakva, akkor lenne érdekes, hogy akár azt is meg tudom mondani, hogy azt arra, meg ha nem fél, akkor arra, meg arra, meg arra akarom átmozgatni. De a lényeg, hogy a PV Move is egy olyan művelet, ami online végrehajtható. Tehát, ugye most teljes egészében beterítetted az első RAID kötetet, és azt mondtam, hogy most akkor a használat közben mozgasd át az adatokat. Erre szolgál a PV Move. Gyakorlatilag három darab PV Move parancsot kellett kiadni. Első paramétere, melyik az a logikai kötet, aminek az extenseit mozgatom. Második paraméter, hova akarom mozgatni.
tehát nagy eséllyel a PV múlt per végénul el volt nulla. Hova? Hova? Per def per MD1, mert ugye a ötet csoporton belül levő másik diszke. És kell úgy az PV move per def per MD0, mert nyilvánvalóan akkor ugye nem csak az adott logikai kötethez, hanem az adott diszken levő minden extenthez fogja megcsinálni azt, hogy átrakjon. Köszönöm, hogy szóltál. Igazából én egy mondatot még mondanék, és utána visszatérnék. Szóval ezt én azért akartam, hogy megcsináljátok, és mondjuk jó lett volna, hogy akkor ezt külön még valahogy jelzem is, mert akkor, amikor te átméretezel egy logikai kötetet, ha nem ennyire van kisakkozva, mint amennyire a végén csak sikerült kisakkozni, hogy tényleg beleférjen egy diszkbe, akkor előfordulhat, hogy egy logikai kötet két, három, négy fizikai diszkre szét van szórva. Na most van, amikor ez teljesítmény szempontjából teljesen jó, van, amikor azt mondják, hogy ez nem jó. Szeretném, ha azok egy helyen lennének. Bocs, került a gépbe egy sokkal gyorsabb diszk. Kerüljön már rá ez a fájrendszer, arra a gyors diszkre. Na most az a fájrendszer, amit ugye egy logikai kötetre hoztál létre, ha az adott logikai kötetet mozgatod, akkor ő természetszerűleg az összes hozzátartozó extenset összeszedi az összes fizikai kötetről. Tehát én igazából ezt szerettem volna bemutatni ezzel. Tehát örülök, hogy kiderült, hogy akár azt is mondtad, hogy arról a diszkről arra, egy művelettel átvittél mindent, hát nyilván eltartott egy darabig, de ugye a lényeg közben a rendszer használható volt, tehát ténylegesen, ha csináltál volna valamit, akkor az ugyanúgy megy tovább, nyilván az IO műveletek lassítanak, de egyébként nem szakad meg, nem okoz problémát. De azt próbáltam megjelezni, vagy arra próbáltam meg a feladatot megcsinálni, hogy tanuljátok meg, hogyha szükséges egy ilyen átköltöztetés. Nyilván az is egy lehetőség, hogy egy diszkről költöztetem, akkor most már tudod, hogy ezt is lehet, meg azt is lehet, hogyha egy logikai kötetet szeretnél átpakolni, például, hogy egybefüggő diszterületen legyen, ne így szerte szór, módon 3, 5, 10, 150 gép, vagy diszkre szétszórva. Valódi jelentősége nincs, tudjál róla, azaz PV move, vagy egyik diszkről másik diszkről, vagy három lépésben a három logikai kötetet arra a bizonyos diszkre. Formátummal meg lehetett csinálni. Probléma volt vele? Jó. Na most. Ott az a szerencsétlen réd csak még éppen nem működik rédként. Tehát következő lépésként, ugye itt most feltételeztem, hogy amíg ő dolgozik, addig te olvasod, mondjuk ez a 80 meg a nem egy olyan iszonyatos mennyiségű adat, de hát ha tovább lépsz, tehát következő lépés, az adat mozgatás közben kihullik egy diszk. Na most hát ezt ugye hogy oldod meg? A valós életben hál' Istennek nem kell vele foglalkoznod, mert megoldja helyetted a világ. Itt ugye a virtuális környezetben mi a módszer? Te azt mondod az egyik diszkre, hogy jaj Istenem, elromlott. MDADM faulty paramétere, azaz közlöd az MDADM egyik diszkéről, hogy elnézést, az hibás. Melyiket is akartam? Amire az adatokat mozgatott, tehát ugye az MD1-ben, tehát ugye MDADM-F, az MD1-ben, hát most a loop 2-t, loop 3-at, most nyilván teljesen mindegy, technikailag. Ezt miért tehetted meg? Mert mirrorba voltak konfigurálva, legalábbis remélem, mert az volt előírva. Oké, mi történt, amikor beállítottad, hogy faulty legyen? Semmi. Ha lekérdezted az MDADM-ből, akkor közölt, hogy ajjajjaj, itt egy két diszkből álló mirror, ami jelenleg nem annyira mirror, mert az egyik fele halott.
De hát, lássuk be, ez körülbelül pont ugyanaz, mint amikor az éles környezetben kimegy egy tükörbe az egyik fele. Jó, ott annyival jobb, hogyha ez hardveres eszköz, akkor esetleg a kontroller elkezd pislogni, ha van valami figyelő szoftver, akkor az elkezd neked SMS-t küldözgetni, de körülbelül ennyi az eltérés. Jó, következő eszköz. Távolítsd el. Remove. Tehát MDADM-R vagy --remove opció, ugyanarra az MD1-es virtuális RAID kötetre és ugyanarra a PDF per NUC, nem tudom melyik eszközre, amit az előbb hibásnak jeleztél. Változatlan mi történik? Semmi. Az MDADM ugyanúgy jelzi, hogy itt egy féllábú tükör, de elvileg a dolog működik. Jó. Na most. Miután kivetted a RAID tömbből ezt a kivett, tehát mondjuk loop 3-as diszket, írt fölül 2 megabájt véletlenszerű adatokkal. Mi az eszköz? A már korábban bevált jó DD, csak nem a def per zero-ról írunk, illetve olvasunk, bocsánat, hanem a per def per random-ról. Jelzem, van egy random is, az egy fokkal jobb lenne, csak az sokkal szigorúbb abban az értelemben, hogy mennyire véletlenszerű, emiatt aztán lehet, hogy lassú. Mert ameddig nincs kellő véletlenszerűség, addig nem ad vissza adatot. Ezért választottam ezt a bizonyos randomot. Néha jól jöhet. Na, csak ennyi. Tehát DDIF egyenlő per def per random, OF egyenlő per def per mondjuk loop 3. Most az, hogy block size egyenlő 1 mega count egyenlő 2, vagy block size egyenlő 2 mega count egyenlő 1, vagy tartod magad abban, hogy a fél kilobájtosok egységekben, vagy bármi egyébben más rádban nézve. Miért volt ez lényeges, ha már itt tartunk? Hogy ténylegesen eltérjen, azaz, ugye, hogyha valamilyen oknál fogva te a kirántott diszket visszadugnád, és esetleg az MDADM, illetve ki van a mögötte levő réteg, úgy döntene, hogy jó, hát azzal semmi gond nincs, akkor ugye nem látnád, hogy hogy működik ez akkor, amikor egy valódi hardware hiba esetén ténylegesen diszcsere van. Itt ezzel, hogy fölülírtál némi adatot, ezzel remélhetőleg sikerült biztosítani, hogy eltérőnek minősítette őket. Na tehát, tedd vissza a diszket a RAID kötetbe. Zárójel, F-disk, mert ugye kaptál egy új diszket, meg particionálod, tudom, nem kell, ezt ugye letárgatok az elején, és miután megparticionáltad, akkor ugye MDADM-A-val berakod. Tessék? Vigyázz! Ha ugyanaz a diszk, akkor azért, mert gondosan fölülírtam a partíciós tábláját egyébként. És azért, mert éles környezetben a diszkeknél meg nagyon melegen javasolt a partícionálás. Na szóval, nyilván az MDADM-A része az érdekes belőle, de tudjál róla, hogy azért, ha véletlenségből partícionáltad az eredeti, akkor persze az újat is kell. Nyilván az lett volna az ideális, ha most azt mondom, hogy jó, és akkor csinálj egy ötödik diszket, és ezzel szimuláljuk azt, hogy tényleg egy új diszket raktál bele. Ez már ugye erős túlzás lett volna. A lényeg, azzal, hogy fölülírtad azt a diszket, legalábbis az elejét, ezzel ugye elértük, hogy nem úgy néz ki, mintha ugyanazt a diszket raktad volna vissza, ezt próbálta vele elérni. Tehát ugye az MDADM-nek kapásból a fejéhez kéne kapni, hogy te jó úristen, a mirror ugyan már legalább hardveresen kész, csak még nincsen tükörbe. Tehát, mi történt a hozzáadás után? Köszönjük. Ha megkérdezted, akkor gyönyörűen lehetett látni, hogy ő jelzi, hogy oké, okay, hardveresen már jó, megvan a két diszk, ami kell neki. Csak éppen az adatok még nincsenek szinkronba, tehát ha kellően gyors voltál, akkor ugye le tudtad kérdezni, és látszott, hogy ő éppen per pillanat szinkronizál. Jó. Figyeld, hogy mikor lesz kész. Körülbelül mennyi idő volt? Pár másodperc, hát ugye igazából nem sok adat volt azon a diszken, ha teleírtuk volna, akkor sem lett volna lényegesen
hosszabb, azért ahhoz nem elég nagyok ezek a kis játékok, hogy nagyon látványos idő legyen. Ezért is indultam el egyébként ilyen 4 meg 8 megás diszkecskékből, hogy ne ezzel menjen már el az idő, hogy most várjuk a szinkronizáció. Na most, más kérdés, hogyha belegondolsz, akkor az utolsó két lépés az már csak annyi, tulajdonképpen mit is csináltál eddig? Fölépítettél egy tükrözött diszkekből álló logikai kötetet, amely logikai köteten szépen végigjátszottad azt, hogy mennyire könnyű vagy nehéz megnövelni egy alulbecsült vagy rosszul tervezett partíciót, illetve a rajta levő fárendszert. Kitapasztaltad, hogy mennyire egyszerű vagy esetleg bonyolult az, hogy leköltöztessed az adatokat az egyik diszkről, és átköltöztesd egy másikra. Kipróbáltad azt, hogy hogy néz ki, illetve milyen műveleteket kell csinálni, akkor, amikor egy valós környezetben nem RAID vezérlő, hanem az NVHDM-mel felügyelt szoftveres RAID-be kötött diszkeknél esetleg kiesik egy diszk. Nyilván, hogy egy valódi környezetben arra esetleg azért lehet számítani, hogy ha diszk elhalálozik, akkor magától fonti állapotba kerül. Ha valami csoda folytán mégsem ez történne, na jó, hát akkor te magad leszel szíves. Ugyanúgy, mint itt a szoftveres környezetben. Bekapcsolod, hogy bocs, ez már hibás. Azzal együtt is, hogy nem tudom, miért nem venni észre, de tegyük föl, nem veszi észre. Nyilván, hogyha a háttérben nem szoftveres RAID, hanem hardveres RAID vezérlő van, akkor ugye ez ettől teljesen független, akkor a RAID vezérlő saját eszközeivel kell ezt a diszkcsereberét eljátszani, ez sajnos nagyjából ahány RAID vezérlő annyiféle szoftvert jelent, amivel ezeknek a RAID vezérlőknek az adminisztratív műveleteit végre lehet hajtani. A lényeg, tehát összeállítottad a RAID-et, összeállítottad az LVM kötetet, növelgettél, mozgattál az LVM kötet csoport diszkjei között adatokat, és ha szerencsénk van, túléltél egy diszkhalált, kijavítottad a diszkhalált, ugye volt a polcon egy ugyanolyan méretű diszk, itt szokott egyébként persze probléma lenni, hogyha nem ugyanolyan méretű, hanem mondjuk kisebb, mert a nagyobb az a kisebbik gond, a kisebb az a problémás, ez hála jó Istennek azért annyira nem jellemző probléma, talán amikor az a távol-keleti árvíz volt, az volt az egyetlen olyan komolyabb pont, amikor könnyebben lehetett kisebb diszket kapni, mint ugyanakkorát, vagy pláne nagyobbat, ma azért általában ez nem tétel. És oké, hát volt, akinek kicsit hosszúra sikerült. Na szóval, mondjatok nekem időket. Mennyi idő alatt lehetett végig játszani? Fél nap, egy nap? Jó fél nap, 4-5 óra azért úgy gondolom beletelt. Nyilván ezen sokat, ennek a hosszúságát az erősen meghatározza, hogy mikori verzióval indultál neki. Eltekintve attól, hogy elrontottam azon kívül, mi az, ami szerepet játszhatott. Például félregépeltél valamit, nem jól gépeltél be egy parancsot, nem találtad meg a dokumentációval. De nem véletlenül volt az, hogy azért nem magát a parancsot írom le, hanem csak utalásokat, hogy igenis olvasd azt a dokumentációt. Legyél többé-kevésbé képben vele. Félreértés ne essék, én sem tudom az összes mount opciót. Nem csak, hogy az összes fájrendszerre egyedileg, azokat sem tudom mindet fejből, amelyek mondjuk globálisan mindegyikre használható. Párat tudok, aztán, hogyha valamire szükségem van, hát akkor erről veszük a dokumentációt, nincs más hátra. Más kérdés, hogy van ember, aki nem a dokumentációval kezdi, hanem helyből valami keresőgéppel. Nincs ezzel semmi gond. Remélem tanulságos volt, és remélem, a legutolsó mondatot mindenki, aki végig küzdötte magát, az büszkén mondhatja, hogy igen, megcsinálta, jó munka volt. Nem mondom, hogy érdekes, ezt én nem állítom,
De hát körülbelül ebből áll az élet. Tehát normál körülmények között azért a diszkekkel ennél sokkal komolyabbakat nem fogsz csinálni, ha egyszer az életbe mégis Linux elé kerülsz, mint hogy kiesik, beraksz helyette egy másikat, vagy beraksz mellé egy másikat, vagy át akarod költöztetni az adataidat, és reményeim szerint ugye ezzel, ezekkel a lépésekkel bemutattam, illetve megtapasztalhattad, hogy azért nem reménytelen a dolog. Nyilván, ha mondjuk nem legrosszabb esetben 32 megával indulsz, hanem mondjuk egy 3 terabájtos diszkkel, akkor azért a szinkronizáció is kicsit lassabb lesz, az adatmozgatás sem pár másodpercig fog tartani, a MKFS is lehet, hogy kicsit tovább tart, de azért a lépések különben ugyanezek lesznek. Olyan, na! Olyat lehet-e, hogy nem elvélemes? Igen. Na szóval! Én úgy tudom, hogy nem tudok egy már létező, bekonfigurált, fájrendszerrel ellátott izét bemigrálni online-on. Elvél alá. Ez nem azt jelenti, hogy nincs. Azt jelenti, hogy nem hallottam róla, de személy szerint kétlem, hogy egy online migráció menne. Offline migrációval is pont ugyanaz a helyzet. Hogy úgy tudom, hogy nem lehet megcsinálni. Magyarul kizárólag azt a módszert tudom, hogy valahol van egy segédterületed. Ez nyilván lehet az, hogy szalagra mentem, DVD-re mentem, Blu-ray-re mentem, áramzatra mentem, és letakarítom az eredeti diszket, és megcsinálom LVM-mel, és visszatöltöm. Vagy van valahol egy szabadon hentelkű diszk, amit be tudok rakni ideiglenesen. Én ennyit tudok. Gondolom ez volt a lényeges kérdés, hogy egy már létező... Nem úgy van fölépítve egy rendszer, és akkor oda kerülök. Hát gondolom, és jó lenne, ha ilyen lenne. Akkor én azt mondom, hogy ilyen mentés, offline, újra előállítom a környezetet immár LVM-mel, és backup. Bocsánat, restore. Tehát én úgy tudom, hogy nem lehet online van. Ha jól tudom, talán a Veritas kötetkezelője tud ilyet, de az nem egy elterjedten használt jószág. Rohadtudtommal szintén kereskedelmi szoftverként megvásárolható Linux alá is, de ez is csak eléggé halvány emlék. LVM-ben én úgy tudom, hogy nem lehet. Más nem tudok mondani, mint hogy keresgélek egy kicsit. Tehát ha te nem keresgéltél, akkor keresgélek, ha keresgéltést nem találtál, akkor nagy esélye én sem fogok mást, de én úgy tudom, hogy nem. Nem hallottam róla, nem jött még sehol szembe ilyen, és valahányszor velem kapcsolatban, tehát nekem felmerült ilyen jellegű igény, akkor a plusz diszk volt a megoldás. Ami nem jó, mert ugye állásidőt jelent egyértelmű. Úgyhogy én azt mondom, hogy személy szerint kifejezetten preferált eszköznek tartom az LVM-et, és igaz ugye, hogy egy plusz szoftver réteg, de én azt mondom, hogy javasolhatom, hogy igen, és ha valaki szervert épít, az igenis építse LVM-ből. Még akkor is, ha most csak egy diszk van benne. Mert a későbbiek során könnyebb lesz az élet. Hát ha ez elmaradt, akkor én úgy tudom, hogy nem tudsz mit csinálni. No.